Pénteken délután a gyerekeknek a megszokott programokon túl egy újdonsággal is kedveskedtek. Mackó kiállítás várta őket a tájházban. Minden mackónak megvan a maga története. Egy fiatal házaspár Ordason vásárolt házat, és a házzal együtt ezt a macit megkapták, tulajdonképpen ott találták a macit, és a fiatal asszony azt mondta, hogy hozzánk szegődött ez a maci, és most már a mi családunk tagja lesz. És azon idején valakié volt, közel 50 éves maci. Egy 3 éves kisfiúval az anyuka itt nézegette a macikat, hát nagyon nehezen tudott megszabadulni a kisgyerek, az anyuka már vitte volna a lufi hajtogatóra, ugrálóvárba, és hát végül is elköszönt a maci egy olyan kis mondattal, hogy szerbusztok, holnap találkozunk, integetett, puszit dobott, és így ment el a kiállításról. És azt gondolom, hogy ez már elég volt ahhoz, hogy megerősödjünk abban, hogy érdemes volt ezt a kiállítást létrehoznunk. Olyan ez az ünnep az ordasiaknak, mint egy nagy családi esemény. Följegyzik a naptárba, meghívják rá a rokonokat, ismerősöket, hetekkel, hónapokkal korábban elkezdik a készülődést. Szinte minden évben, mint hogyha egy nagy lakodalmat tartanánk, ez hasonló ahhoz. Biztos már beszédemben is hangzott, hogy régi időkben, ugye még abból az időből vagyok, amikor 50 évvel ezelőtt még igazi falusi lakodalmak voltak, amikor készültek az emberek a disznóvágásra, a csirkevágásra, tésztát gyúrtak, süteményeket készítettek, és hát a falut és az egész lakodalmas házat földíszítették, és egy nagyon nagy ünnep volt. 24. alkalommal gyűltek össze helybeliek, elszármazottak, nemrég ide költözők és más településről érkezők a falu központjában. Elszármazottak is visszajönnek, és nagyon várják ezt az alkalmat, de nagy öröm számomra, hogy azokat is köszönthettem, akik most vettek itt jó pár család házat, és nagy örömmel jöttek közénk, sőt van, aki tavaly ide költözött, és ma segítők között van, ami számomra a legnagyobb öröm. Ott jártunkkor éppen László Attila adott koncertet a színpadon. Apám elhitte a hírmondók szavát, apám elhitte Chaplin bánatát, apám elhitte a folyók irányát, s úgy hiszem,